Bátos Lajos gazdag életútja a zenetudományi dolgozatokat is publikál, de reményei korszakos jelentőségűek, legyen szó Gregorian koráról, vagy modern zenéről, a modális vagy romantikus zene harmónia világáról, az organikus szövés módokban tényleg jellegzetes kompozíciós technikáról, vagy bizonyos prozódiai ritmikai hangrendszeri jelenségekről. Mindezek mögött egy teljesen új szemléletmód áll, amely az analízis és az kéző zenei gyakorlat elválaszthatatlan egységén alakul. Mindezek mellett Bátos Lajos tevékenyen részt vállalt a magyar kórus mozgalomban. Az általa alapított magyar kórus kiadóvállalat állt az énekre ifjúság mozgalom mögött is. Lankadatlan szorgalommal és lelkesedéssel vett részt az ország kórus kultúrájának fellendítésében, élete végéig tartó rendszeres utazásai során átfelelő tanácsaival a legelőbb településekkel megyek is. Hozzá hasonlóképpen Erdélyben Huszman Mihály zenepedagógus Karmel látta ezt a feladatot. A mai kórus hangversenyen az ő nevét viselő énekkar, a Huszman Mihály pedagógus kórus Bedő Ákás Karmel énekével két bárdos kórus miatt ad elő, Tiszai Dallamok és Hazavárok címmel. Előadásokat Korály Zoltán új esztendő köszöntőjével zárják. A pedagógus kórus előadását emléktapok átadása követ, ezután nemzetimánk közös éneklésével búcsúzunk. A Romániai Magyar Dalos Szövetség nevében köszönjük a felépő kórusok, karvezetők önvetlen munkáját, a hallgatóság bizalmát és biztatását. Kívánjuk, hogy minden napjainkat művészi érzékűzet kísérjen.